Köszöntöm a kedves nézőket! A Fundamentalista Biblia magyarázó sorozat harmadik részét látják. Ugye az első részben ott tulajdonképpen csak fölvezettem ezt az egész témát, ugye beszéltem arról, hogy van bibliai fundamentalizmus, meg van liberalizmus, és azt is elárultam, hogy én inkább vállalom a lipsi bélyeget, mint a fundamentalistát, bár egyébként fundamentalistának is tartanak, van, aki annak tart. Én nagyon szeretem a Bibliát, tehát én nem képzeletbeli baráttal beszélgetek, amikor imádkozom. Nem csak egyszerűen hiszek Istenben, hanem számomra olyan evidencia a teremtettség és az örökkévaló abszolút léte, és hozzá képest az én törékeny parányi létem, beleértve a többi teremtményt is, hogy az nem vita meg bizonyítás kérdése. A dolog inkább arról szól, hogy hogyan bánunk a Bibliával. Tehát a Biblia mint egy dokumentum, mint egy írott szöveggyűjtemény, az milyen módon kanonikus, milyen módon autoritás a keresztény hívő ember számára, és milyen módon nem, vagyis hogy milyen módon inkább abúzusnak nevezhető, úgymond a Biblia kvázi komolyan vétele. Na most, amikor én azt mondom, hogy fundamentalista Biblia magyarázatot tartok, akkor az alatt azt értem, hogy én is olyan talán figyelmet könnyen elkerülő részletekre szeretem fölhívni a figyelmet, ami elgondolkodható, hogyha egyébként tényleg a Szentírásnak a szövegét azt ilyen írott autoritásnak tekintjük. Ugyanakkor azért azok a megfontolások, amelyeket ennek alapján megfogalmazok, számomra vállalhatók és értelmesek. Tehát én azt gondolom, hogy ha valaki erre esetleg azt mondja, hogy butaságot beszélek, vagy kiragadok a Bibliából mondatokat, vagy félremagyarázom, akkor én azt mondom erre, hogy jó, szabad így látni valakinek, de mondjuk akkor a minimum az, hogy amikor valaki azt emeli ki a Szentírásból, hogy a két vagy három helyen szerepel az azonos neműeknek a bármi módon való kapcsolata, vagy mint hogy a Bibliának ez egy nagyon fontos és központi mondani valója lenne, akkor én azt mondom, hogy akkor azért egy picit nézzünk már oda, mert akkor már szerintem következetesebbek azok a keresztények, akik például úgy tartják az alkalmaikat, hogy mondjuk az asszonyoknak a fejebe van fedve, mert az Pál apostol írja és Új Szövetség. Tehát hogyha Pál apostol levelei olyan értelme szentírások, hogy ami abban van, azt mindenképpen komolyan kell venni, és nem ószövetségi, valami kultuszi ige, hogy most a vérevés meg egyebek, vagy a sertéshús, akkor tényleg az van, hogy az asszonyoknak hallgassanak, de az asszonyoknak fedjék be a fejüket, és most meg a lehetne még aztán sorolni mondjuk Pál apostol leveleiből még egyéb olyan passzusokat, amiket egyébként senki nem vesz komolyan, vagy senki nem gondolja azt, hogy be kéne tartani a fundamentalista, vagy evangélikál, na ez egy jó szó, evangélikál testvéreink közül, akik egyébként még azt is fontosnak tartják, hogy a bibliai hatnapos teremtésnek a konkrét szövegszerű hitelességét fontosnak tartsák. És akkor ezzel kezdeném most, mert arra egyszerűen képtelen vagyok, hogy rögtön a tárgyra térjek, hanem mindig kell valami bevezető pofázást tartanom. Tehát amire szeretném fölhívni a figyelmet, az, hogy a Biblia már mindjárt az első lapjain, tehát a teremtés könyvének, Mózes első könyve, vagy a Genezis könyve első lapjain, tehát az első három fejezetben, és az első kettőben már pontosabban, gyakorlatilag olyan szövegeket illeszt egymás mellé, tehát a Biblia szerkesztőjét, a Szentlélek, aki inspirálja a Bibliát, és aki inspirálja a Biblia értelmezését is, az évszázadok, évezredek munkálkodása során a Szentlélek gondoskodott arról, hogy úgy szerkesszék meg a Szentírás szövegeit, és jelesül mondjuk itt a Genezis első két fejezetét, hogy két egymásnak homlokegyenest ellentmondó teremtéstörténetet tett egymás mellé, amit
csak mindenki teljesen nyilvánvalóan lát, hogy, hogy a kettő az két teljesen különböző leírás. Tehát, hogyha ha ilyen szövegszerűen akarnák ezt értelmezni, akkor azt kell mondani, hogy akkor vagy egyik, vagy másik. Tehát ezeken át szoktunk siklani, mert ugye ez a leegyszerűsítés. Tehát ezért így van a teremtéssel is, hogy hát ott volt Ádám és Éva, jött a kígyó, ettek almát, ami nem alma, hanem a jó és a rossz tudásának a fájáról szedett gyümölcs volt, tehát nem alma, ugye? Tehát ettek abból a gyümölcsből, Ádám, Éva, és akkor ugye kivettek vízbe a paradicsomba. De hát ez nem így van, most láttuk azt, hogy gyakorlatilag ugye itt az első teremtés történt, ez a hatnapos, ez tulajdonképpen szinte az evolúciónak felel meg, hogy szépen fokozatosan áll elő a dolog, és akkor a legvégén jelenik, nevenek meg a szárazföldi emlős állatok, és velük együtt az ember. Tehát a hatodik nap az együtt, tehát osztozik az ember az állatokkal a hatodik napon. És aztán, mikor ezt befejezi, szépen azzal, hogy Isten a hetedik napon megpihent, minden teremtő munkája után, ez az ég és a föld teremtésének a története, pont. És akkor ugyanebben a versben, tehát így osztották be a versbeosztást, hogy ide nem tettek együtt, jön az ötödik vers a második fejezetben, hanem ugyanúgy a negyedik versben folytatták. A másik, ugye az első, az a hatnapos, az úgynevezett papi irat, az egyik azt használja gyakrabban inkább az Elohim Isten nevet, míg a másik, ez az Ádám Évás, ez pedig a Jahve nevet használja, és hát ugye ez volt a tehát feltételezhetően a korábbi szöveg. Tehát ez az ég és föld teremtésének története, amikor az Úristen a földet és az eget megalkotta, még semmiféle mezei fű nem volt a földön. Hopp, ugye, és akkor kezdődik előről, ahogy ezt a múltkor is elmondtam. Na tehát, és itt az emberrel kezdi a teremtést, megteremti először az embert, és itt nincsen szó ilyenről, hogy Ádám, csak azt ugye majd mi beszélünk arról, mivel hogy Ádám, az Ádám, ami a föld, amiből vette a testének az anyagát, az annak alapján lett ez az Ádám tulajdonnévé, de valójában az Ádám az földet és embert jelent. És akkor ugye ott fejeztem be, hogy igazából az asszony, és itt most szándékosan mondom asszonyt, mert hogy először, amikor az ember meglátta, akkor azt mondta, hogy na, ő asszonyember legyen a neve, mert hogy férfi emberből vétetett, ugye. Ő nem volt jelen akkor, amikor az Úr ezt a parancsot adta, hogy nem ehet a kert közepén álló egyik fáról. Tehát ugye itt van az, hogy fogta az Úristen az embert és elhelyezte az Éden kertjében, hogy művelje és őrizze azt, mi csak az ember volt egyedül. Ezt parancsolta az Úristen az embernek, a kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert azon a napon, amelyen eszel róla, halállal lakolsz. És ugye előtte a 9. versben van ez, hogy sarjasztott az Úristen a földben mindenféle fát, szemre kívánatosat, hogy eleve erre jót, az élet fáját és a kert közepén, meg a jó és a rossz tudásának fáját. Tehát itt van ez, hogy ez a két fa volt a kert közepén, és a jó és a rossz tudásának a fájáról tiltotta el. És rögtön ezután, amikor azt mondja, hogy nem szabad enned a fáról, mert meghalsz, azután ezt mondta az Úristen, nem jó az embernek egyedül lenni. Alkotók hozzáillő segítőtársak. És ez már rögtön, aki most ezt hallja, már még ha nem is ismeri ennyire a bűnöket, tudja, hogy persze, hát tudja, ismerjük, megműtötte, kivette az oldalbordárat, abból lett Éva, csókolom, ismertjük, tudjuk, tata, nem kell dumálni. Aha, de nem. Olvassuk el a szöveget. Azután ezt mondta az Úristen, nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársak. Formált tehát az Úristen a földből mindenféle mezei állatot, mindenféle égi madarat, és odavitte az emberhez, hogy lássa, minek nevezi, mert minden élőlénynek az a neve, aminek az ember elnevezi. Így adott az ember nevet minden jószágnak, az égi madaraknak és minden vadállatnak, de az emberhez illő segítőtársat nem talált. Most én megmondom, hogy én is évtizedeken keresztül általában ezt a néhány mondatot így átugrottam, és csak azt mondtam, hogy persze megtanított az állatokat, de nem talált köztük segítőt. Hát, hogy is talált volna a nyuszit, vagy az elefántot, vagy melyik lett volna, ajajaj, jó van, le is ragozzuk. De ezek kedves testvéreim, ezzel kezdte az Úr. És aként fogott bele ebbe a teremtő munkába, hogy az emberhez méltó segítő társat találja.
Nem jó az emberek egyedül lenni, alkotok a szájú segítőtársat. Formált tehát az Úristen a földből mindenféle mezei állatot, mindenféle égi madarat. Tetszik érteni? Tehát az Isten ezt tette első lépésként az embernek, hogy segítőtársa legyen. És egy picit itt azért álljunk, meggondolkozunk erről, hogy az állatok, akik között élünk, akiket a másik teremtés történetben, az ezt megelőzőben, ugye a hatnaposban, ott ugye a szárazföldi állatokkal egy napon teremtette az Isten, az embert is. Itt pedig megint az emberre van vonatkozása, az ember miatt teremti meg őket, hogy legyen segítőtársa. És oké, hogy nem talál az állatok között hozzáillő segítőtársat, de eredetileg annak lett számva. Tehát ő nevet ad a jószágoknak, de nem lett közöttük megfelelő társ. Most azért egy picit gondolkozunk erre, hogy hogyan viszonyulunk mi a teremtménytársainkhoz. Én most az egyik, ami engem nagyon megfogott ebben az egész mostani borzalomban, és nem tudom, hát szóval nyilván itt az ember, hogyha átengedni magát azoknak az érzéseknek, amikkel ilyenkor jönnek, akkor már kifutottam volna a világból, nem tudok kifutni a világból, repülni se tudok, itt nem most. Nem gondolom, hogy ha oda mennék, akkor nagyon tudnék segíteni, megállítani a háborút, vagy mit tesz, mert csak mondom, tehát, hogy ez van. Én látom azokat a képeket, hogy emberek útnak indulnak, és akkor viszik a cicájukat. Volt egy olyan, hogy egy nő a több kilométeren keresztül vitte a vállán, meg az ölében a nem kis termetű, talán ilyen német juhászféle kutyáját, amely öreg volt már, és nem tudott már járni, és vitte a határra, hogy nem hagyta hátra. Most valaki ezen röhög lehet. Jó, azért az ember csak fontosabb. Fontosabb az ember? Melyik? Az gyerek, akit mondjuk a születése pillanatában bombáztak széllyel? Vagy az, aki mondjuk megérte a 20. életévét, és beöltöztették katonaruhába, és úgy szakad le a feje meg a lába? Vagy az az asszony, aki szülés közben halt meg? Melyik embernek az élete olyan drága, hogy röhögni kell azon, hogy valaki viszi az állatát, amikor háború elől menekül? Angliában hoztak egy olyan törvényt, ami szerint minden olyan állatnak, amelynek van gerinc velője, annak vannak érzései. Nem tudom. Tehát akkor lehet, hogy én nagyon aberrált vagyok, mert én azt egy kicsit relevánsabb gondolatnak tartom, mint azt, hogy alkotmányba foglalni, hogy az apa férfi, az anya pedig nő. Akkor ennyi. Tehát hogyan viszonyulunk az állatokhoz és a teremtménytársainkhoz? Minden esetre az, hogy nem találtunk között, nem talált az ember az állatok között hozzáillő segítő társat, ez nem változtat azon a tényen, hogy először az állatok lettek megteremtve. És akkor itt jön egy ilyen nagyon szép, ez ilyen mesélés, ez nem mitológia, ez egyszerűen mese, vagy mit tudom, nem tudom, minek mondjuk. Mély álmot bocsátott az Úristen az emberre, és az elaludt. Tehát van egy nagyon tervszerű beavatkozás, ugye? Isten elaltatja az embert. Valamit tesz, amit ő átalszik, amíg ő alszik. És akkor a testéből vesz ki egy csontot, egy oldalbordát, és betömi hússal, és az emberből kivett oldalbordát az Úristen asszonnyá formálta, és oda vezette az emberhez. Ez már szinte hasonló ahhoz az elképzeléshez, ami arról szól, hogy az ember, tehát a férfi és a nő, azok ugye eredetileg egy volt, és akkor ketté lettek vágva, és akkor ezért lett tulajdonképpen az, hogy keresik a párját. Tehát olyan, mint amikor egy diót mondjuk sikerül úgy el ketté törni, hogy épp maradjon a csonthéj, és akkor mondjuk van sok ilyen fél csonthéj, és akkor ezekről keressük, hogy melyik lehetett az eredeti párja. Ugye? Tehát keresi a párját, a másik felét. Megteremtett Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Ugye? Tehát az Isten képmás, az nem Ádám, ugye? Tehát itt megint az van, hogy akkor keverednek. Tehát a
A Bibliát én felülősen olvassuk, tudunk róla, hogy magaképmása, meg Ádám, akkor bár nem. Isten a magaképmására férfivá és nővé teremtette az embert. Tehát az Isten képmásod a férfi és a nő. Nem a férfi magában, vagy a nő magában, hanem a férfi és a nő. Ez az Isten képmása. És a másik, amire pedig egy kedves ismerősen hívta fel a figyelmet, aki egyébként egyáltalán nem fura, meg nem queer, hanem teljesen heteroszexuális és minden, csak annyi, hogy mivel ő szereti a matematikát, meg foglalkozik is vele, mikor ezt így olvasta, akkor föltűnt neki azt, hogy férfivá és nővé teremtett, azt mondja, a matematikai logika szerint ez nem azt jelenti, hogy az ember vagy férfi, vagy nő, hanem hogy a férfi és a nő az ember. Tehát matematikai logika, hogyha valaki azt mondja, hogy a normális, mert az asszony akkor férfi, nő, kész. Akkor ott az lenne, hogy vagy férfivá, vagy nővé. Tehát valaki vagy férfi, vagy nő. Nem itt férfi és nő. És aztán van, aki férfi, nagy és mondjuk megvannak hozzá adottságai, vagy is vannak, hogy nő, és ők tudnak párosodni és utódokat nemzeni, de az ember maga az Isten képűségét azt a férfi és a női minőségben együtt hordozza. És figyelj, a 29. fejezetben ezt mondja, majd ezt mondta Isten, nektek adok minden maghozó növényt az egész föld színén, és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van, legyen mindez a ti eledeletek. Uh-huh. Igen. Maghozó növény és fa, aminek maghozó gyümölcse van, legyen mindez a ti eledeletek. Ennyi, igen. Minden földi állatnak és az ég minden madarának és minden földi csúszóasszonynak pedig, amelyben élet van, eledelül adok minden zöld növényt. És úgy történt. S látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Így lett este és lett reggel 6. nap. Tehát ez szerint a leírás szerint szó nincs arról, hogy az élőlények, az állatok megeszik egymást. Tehát például, hogyha most én vegánként, fundamentalista bibliai értelmezés alapján akarnám meg ideologizálni a saját döntésemet, akkor azt is megtehetném. De egyébként nagyon egyszerű, mert nekem erre sokkal egyszerűbb racionális megfontolásom van, nem akarom megenni az állatokat, az tejnő. És egyébként, hogy valaki körülnéz a világban, akkor látja, hogy erre azért most már úgy van, aki más is hasonlóan gondolja, és nem is olyan kevesen. Tehát nem biztos, hogy mindig meg kell mondani, abban a Bibliában most én azt olvastam, hogy és akkor ez úgy van, és akkor nem baj, hogy nem fér bele, akkor befestjük pirosra, vagy kivágjuk, hogy nagyobbra, ugye, akkor is megoldjuk. Nem. Nem, kedves testvérek, a Szentírásnak az inspiráltsága az nem ebben áll. Tehát például az inspiráltság abban áll, hogy ott van az a két egymásnak ellentmondó teremtés történet az elején, ami egyszerűen kizárja, lehetetlenné teszi a fundamentalista Biblia értelmezést. Tehát, hogyha valaki azt akar gondolni, hogy hat nap alatt teremtette. Jó, és akkor a másik szerint, akkor most melyik az igaz, ugye? Kész. Nagyon egyszerű. Tehát a Szentírás sokkal mélyebben inspirált, mint hogy ilyen ostoba, primitív módon, szövegszerűen valamiféle receptes könyvként használjuk. Tehát ez meggyalázása, abuzálása a Bibliának. De hogyha észreveszünk egy kis finomságot, az talán nem akkora nagy butaság. Tehát, hogy az Isten az embernek is, meg az állatoknak is a gyümölcsöket és a magokat adta eredelül. Na, fogunk majd még foglalkozni ezzel a témával egyelőre, akkor legyen ennyi, és akkor mindenkinek további jó gondolkozást kívánok. Van még egyébként néhány dolog, amit ezzel kapcsolatban szeretnék elmondani, aztán meglátjuk, hogy alakul, lesznek-e még egyéb észrevételek. Minden esetre most is egy fundamentalista biblia magyarázatot hallottak, akik ezt megnézték. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, és akkor majd készülök a továbbiakkal. Erős vár a mi Istenünk viszontlátásra! Thank you.